Kédesanyám, ha rád gondolok, én drága jó anyám, szörnyadó szépen műkeit kapnak rám. Szerte foszlott álmai jelentek, s a szememből felkörnek a könnyek. Úgy nézlek téged, mint régen szoktam, a hideg zord téli alkonyban, mikor melledre lehajtva kis fejem, te simogattál szótlan, csendesen. Nézlek, amint álmos, komor estén, mécsvilágnál varva pénzt kerestél, a varrógép mellett bontott hajjal, talált meg nem egyszer a bíbor hajnal. Senki sem tudta, csak az éjszakát, hogy te titkon vartad, foltoztad a ruhánk, soha sem mondtad, hogy súlyos a kereszt. Eltagadtad, hogy a fáradtság levet. Előttem állattál gondba, borulva, őszülő hajjal aggódtam húsan, virasztva a beteg ágyam mellett, az életemért harcolnod kellett. Velem töltét kínos éjszakát, megláttad, hogy már nem küldtél át. Mérted a lázam, csókoltad ajka, s halkan sírtál, hogy meg ne hagy. Uram, száműzve ma a gond, s a bánat, köszönöm tört szívű jó anyámnak, a hitét, mert szívemben feltámad, csókját, mely érintette számat, meleg szívét, melyen vendég volt az öröm. Ó, Istenem, ezt mind köszönöm. Meleg szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm az Egybegyűlt gyülekezetet. Köszöntöm vendégeinket, akik közelről és távolról eljöttek. Együtt lehetünk az Úr kegyelméből. Köszöntöm a legifjabbat is, aki még karonülő, alig tud tipegni. És köszöntök mindenkit, aki itt van most az Úr dicsőítésére és magasztalására. Testvérem, nyitsuk meg Bibliánkat és lapozzunk a János evangéliumához, és olvassuk el a János evangéliuma 3. fejezetéből a 16. verset. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Karácsony van. Ünnep van. Hetek óta az adventre készül a keresztény világ, és erre készül a mi hazánk lakossága is. És minden kommunikációs eszköz adakozásra húzdít bennünket. Ez az egyetlen, legtöbbet hangoztatott szó hetek óta. Valóban szép és nemes dolog, testvéreim, az adakozás azoknak számára, akik szükséget szenvednek, és újra fülünkbe cseng a jónak lenni jó, adakozásra buzdító gondolat. Sokat hallottunk a máltai szeretett szolgálat jelszaváról is, amely úgy hangzik, hogy adni öröm. Nagyon szép két szó ez. Valóban jobb adni, mint kapni. Sokszor elmondjuk ezt is, mert így is van. Ha adok, azért adok, mert van miből adni nekem. Ismerős a cipősdoboz akció is adománygyűjtésre. Az egyházak nagyon sok ilyen szolgálata volt, meg még van is. A katolikus Caritas ilyen vonatkozású szolgálatára is gondoljunk. Aztán a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma is adakozott.
sőt december 13-án az MTV egész napos akciót rendezett e vonatkozásban. És ha hallgattuk, akkor mindannyian megjegyezhettük, hogy 585 millió forint gyűlt össze. Aztán még rabok is adakoztak. A balassa gyarmati börtön lakói 100 000 forintot gyűjtöttek össze a Fót és a Hűvösvölgyi gyermekotthon lakói számára. Valóban adakozik az ország népe, mert valóban szükség van nagyon sok ember számára, hogy adjon azoknak, akik szükséget szenvednek. Különböző egyházak teszik ezt. A Krisna tudatú hívők naponta osztanak ebédet a hajléktalanok számára és a rászorulók számára is. Valóban örvendetes gondoskodás ez. Szinte egybe forr az ország lakossága az adventi időben, hogy adjon. Adjon, adjon és adjon. De gondol-e arra a nép, az adakozó nép, hogy ki az igazán igazi nagy adakozó? Mert alapigényben is erről volt szó. Isten végtelen szeretetéről volt szó, ahogy olvastuk, mert ő mindent nékünk adott az ő fiában, az ő egyszülött fiában. És ha hiszünk ő benne, a mennyei adományban, a fiúban, Jézus Krisztusban, akkor örök életünk van. És a mi életünk célhoz ér. Mert a mi életünknek itt ezen a földön értelme van. Az ember élet nagyon drága, nagy érték Isten számára. És ez csak a kereszt tudja számunkra igazán érthetővé tenni. Jézus Krisztus vállalta érettünk szeretete által a keresztet is, hogy megváltson bennünket. Mert az ő szeretete végtelen, és olyan nagy, hogy lehajolt hozzánk, emberré lett, és így vállal bennünket még ma is. Kezdettől fogva adakozik Isten, és megállít bennünket ez a gondolat. Most karácsonykor is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Isten megteremtette az első emberpárt, az Édenbe teremtette, lakást adott néki. Gyönyörű otthon teremtett az ember számára. Nem kellett az embernek gürcölni, dolgozni verejtékesen, hogy legyen otthona. Évtizedekig gyűjteni, hogy legyen egy olyan otthon, ahol kipihenheti a napi fáradalmakat, megújulhat, és a rákövetkező napon végezheti újult erővel az ő tennivalóját, munkáját. És ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Isten az ember ellátásáról is gondoskodott. Mózes első könyve első fejezetében arról olvasunk, hogy Isten gondoskodott arról, hogy mi legyen az embernek a tápláléka. Lett. Azért sem kellett semmit sem tenni. Gondoskodott Isten arról, hogy a gyümölcsöket, magvakat, amik egészségesek, amik jók az ember táplálására, azt fogyasszák. És azóta is elmondhatjuk, hogy Isten szüntelenül gondoskodik érettünk. Fölmerül a kérdés, hogy vajon mi lenne, ha ő nem adna? Nem lennénk itt. Ez is egy óriási ajándéka Istennek, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörűen meleg otthonban, ami közös otthonunkban ebben a gyülekezeti teremben. És hálát adjunk az Úrnak, hogy összegyűjtött bennünket közelről és távolról. Egy népes gyülekezet dicsérheti itt ezen a helyen
a minden hatalom urát, aki szeret bennünket, ad nekünk, hogy mi is tudjunk adni. Látjuk az Isten gazdagságát, ki kell nyitni a mi lelki szemeinket is. Nem csak fizikailag kell látni, szükség van nyilván a jó fizikai látásra, de lelkileg is látni kell. Látni kell azt, hogy Isten túláradóan gazdag, és ebből a gazdagságból nekünk bőségesen juttat. Amiképpen olvastuk, testvéreim, azért adta mi számunkra az ő egyszülött fiát, hogy ne vesszen el az ember. Mert van egy nagy vesztő, igaz? Az Istennek is, az embernek az ellensége. A bűn és a bűnözés nagy hatalommá vált. És az igazi vesztő mindent megtesz azért, hogy pusztítsa az ember értékeket, a környezetet, mindent, mindent. Azonban, ami Urunk, a mi Istenünk, az ő fia által legyőzte ezt a nagy vesztőt. Aki Lucifer volt, tudjuk, a mennyben. Sátán lett. Mert engedetlen lett az ő urához, az ő Istenéhez. És itt ezen a földön végzi tovább az ő vesztő munkáját. Istennek az a szándéka, hogy mi hozzunk egy értelmes és bölcs döntést. És arra bátorít bennünket az ő igéje által, hogy válasszuk az életet. Mert aki minden nap Krisztusra szavaz, Krisztus mellett dönt, elfogadja a megváltót, Jézus Krisztust, annak örök élete van. Így olvastuk, és ez a nagy igazság. Testvéreim, az embernek örök élete van. Nem lehet, van. De el kell fogadni Jézus Krisztust. Ő mindig az életet munkálta, élet igenlő volt kezdettől fogva. Életet akar látni Jézus Krisztus. Pál hogyan mondja a római levél 6. fejezetének 23. versében? Úgy olvashatjuk, hogy a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztusban. Megerősíti Pál apostol János gondolatait. Igenis, Jézusban örök élet van. És mi ezt az örök életet itt, a mi földi életünkben megszerezhetjük. Nagyon sok a küzdelme az embernek. Nagyon sok területen van küzdelmünk. A megélhetésért. Mindennapi betevő falatért. A mi hitünkért, hogy gyakorolni tudjuk. Odafigyeljünk a menny szavára. Engedjünk a menny utasításának, a menny akaratának. Isten azt akarja, hogy amiképpen már mondtuk is, újra és újra, minden nap, sőt minden órában, igen, minden órában, ha szükséges, bölcs döntést hozzunk. A bűn úgy nevezi Pál apostol, hogy zsoldot nyújt. Akik, tudjuk, ez egy katonai kifejezés, mert katonás zsoldot kapta. Ami korunkban már úgy nevezték, hogy illetmény. Akik voltak katonák, nagyon jól tudják, míg volt sorkatonaság, hogy katonák illetményt kaptak. Az nagyon kevés az illetmény. Majdnem, hogy semmire se elegendő. Éppen csak, hogy adnak valamit. Az ember valamit, amit nagyon vágyik, megvásárolja. Igen, a bűnnek zsoldja van, a halál. Kimondani is, riasztó. Bűnnek ez a zsoldja. A pusztulás. Isten ezzel szemben pedig
életet akar az ő egyszülött fia által. És mondhatjuk, hogy megvan. Minden embernek az élete Jézus Krisztusban. Ő azért halt meg mindenkiért, hogy elnyerje azt az örök életet, amire az embernek szüksége van. Mindenki szeretné a maga életét meghosszabbítani. Azért vannak az orvosok, azért vannak a gyógyszerek, és más egyebek, hogy az ember az ő életét meghosszabbítsa. Jézusban azonban megvan, ami örök életünk. Jézus kell elfogadni, Jézus bírni kell, és akkor Isten megajándékozhat bennünket az ő egyszülött fiában. A Szentlélek segítségünkre van, hogy ezeket a mennyei ajándékokat megszerezzük. Felismerjük mi az élet értelme. Mennyire fontos nekünk szolgálni. Szolgálat is egyértelmű odaszánás a másik ember számára. Mert az élet értelmét a szolgálat adja meg. Tenni a másik emberért, valamilyen módon, valahogyan. Másikra tekinteni, másik embernek a jobbátétele, az, hogy legyen öröme, legyen megelégedett, legyen boldog. Ezt munkáljuk a magunk módján és a magunk eszközeivel, amivel Isten megajándékozott bennünket. Tehát fontos a más emberért való élés. És elmondhatjuk azt, hogy Isten népe mennyei értékekkel van megajándékozva. Mennyei értékek birtokosa. Nem csak a testi szükségletre kap elegendőt, túláradóan sokat Isten népe, hanem a lélek táplálására is. Péter apostol a második könyvében, az első fejezetben a következőket írja. Lapozunk Péter apostol második leveléhez, és az első fejezet harmadik, negyedik versét olvassuk. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, amely az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Mit mond Péter apostol? Az, hogy becses ígéretekkel megajándékozott Isten népe. Isten népe isteni természettel bírhat. Részese lehet az isteni természetnek. Ez pedig az a jellem, amely Isten meg akarja ismertetni fia által minden emberrel. És meg kell ismerni ezt az adakozó Isten, akiről ír Péter apostol. A János evangélium a harmadik fejezetében jól ismerjük az Úr igéjét, 17. fejezet helyesbítek, János evangélium a 17. fejezetének a harmadik verse, az ismeretről szól. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Ez az ige is megállít bennünket. Mennyire fontos a pontos és jó ismerete az Istennek. Hogyan ismerhetjük meg?
az ő szeretet által. Az, hogy ő ad, újra és újra ad nekünk. Ő mindig ad. Gondolatot adott nekünk, hogy eljöjjünk ide, az Isten tiszteletre. Együtt legyünk. Egymás hite által erősödjünk. Tanuljunk. Ismereteket gyűjtsünk. Jobban megismerjük a mi Urunkat, a mi Istenünket, aki csodálatos mennyei ígéretekkel lát el bennünket újra és újra. Ismerd meg Isten, és ismerd meg Jézus Krisztus. Erről beszél János apostol, ami számunkra ebben az igeversben. És fölmerül a kérdés, hogy mi Istennek a leghatalmasabb ígérete? Az, hogy Jézus eljött. Igaz? Ez kell, hogy éltesse a mai keresztény ember. Sőt, a történelem során mindig ez volt a legfontosabb isteni ígéret. Találkozni a Fiú Istennel, találkozni a megváltóval. Nyilván fel kell készülni arra, hogy mi találkozhassak az én Urammal és megváltommal. Vannak igényei Jézus Krisztusnak. Tehát ezek nem függetlenek az ő csodálatos gondolataitól. Meg kell ismerni, hadd mondjam még egyszer az Isten jellemét. Ez alapvetően fontos. Az Isten jelleme pedig az, hogy szeress. Szeressed a te uradat, és szeresd, amiképpen szeret téged az Úr, a te Istened, a te embertársadat is. Jézus Krisztus testvérén visszajön. És hogy jön vissza? Úgy, mint uraknak ura és királyoknak királya. Jelenések könyvében azt olvassuk az első fejezet 7. versében, hogy minden szem meglátja őt, amikor jön, még azok is, akik által szegezték. Különböző kérdés, hogy lehet ez? Kétségbe vonjuk az ige híradását? Aligha. Mert Isten mindent úgy rendez, hogy amit kijelentett, az úgy, ahogy ő mondja, meg is valósuljon. Még akik őtet által szegezték, azoknak is meg kell látni. A megváltót, akik gyűlölték, akik az ártatlan elárulták, önérdekből, féltékenységből, és ki tudja, milyen alantos indulatokból feltámadnak halottaik közül. Arra az időre, hogy lássák azt, aki győztes. Mert Jézus testvérén az ő halála és feltámadás által végérvényesen győzött. Legyőzte az ős ellenséget. És megnyitotta a lehetőséget arra, hogy mi vágyakozzunk a menny után. Jézus nem halt volna meg, és nem támadt volna föl, mi nekünk hiába lennének szép terveink, elgondolásaink, vágyaink. Azok nem valósulhatnának meg. De így minden szép, minden jó, minden érték, ami örök érték, az megvalósul. Jézus eljövetelekor. Készen kell lenni arra, hogy őt fogadjuk. Jézus, amikor eljön testvérén, igazságot szolgáltat. Máté evangéliumához lapozzunk, és a 25. fejezetből lássunk néhány igeverset. Máté evangélium a 25. fejezetéből
A 31., 32. és 33. verseket. És elküldi az ő angyalait, nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelet felől, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már rendül, leveret hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. A 25. fejezetben pedig így olvashatjuk tovább az ígét. Pillanat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek is, elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől, és a kecskéket jobb keze felől, a juhokat jobb keze felől, kecskéket pedig bal keze felől állítja. Mit mond a jobb keze felől állóknak az Úr? Következőképpen olvassuk a 34. versben. Akkor ezt mondja a király jobb kezető állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. De szólám a bal keze felőkhöz állóknak is. A 41. vers szerint. Akkor szól majd az Úr a bal keze felő állókhoz is, távozatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. És így olvashatjuk a 46. versben, ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Jézus Krisztus igazságosan dönt. Nem ő tehet arról, hogy lesznek, akik bal keze felől fognak majd állni. Azért állítja őket bal keze felől, mert nem követték őt. Nem készültek fel a vele való találkozásra. Nem sajátították el azt a jellemet. Szerető, megbocsájtó jellemet, ami szükséges ahhoz, hogy valaki elnyerje az Isten kegyelmét. Fölmerül a kérdés, hogy mivel akar megajándékozni most bennünket az év végén, és aztán a jövő évre, mik az ő szándékai. János evangéliuma 14. részének a 27. versét olvassuk el a következőképpen. János evangélium a 14. részének 27. verse. Békességet hagyok néktek, és az én békességemet adom néktek, nem úgy adom én néktek, amint a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Hát egy békétlen világban élünk, testvéreim. Ezt mindenki látja, mindenki tudja. És Jézus azt mondja, hogy békességet hagyok. Milyen békességet? Azt mondja, hogy én békességemet adom néktek. Adni akar. Adni akar nekünk most az év végén. Az ő békességünk. Különböző a kérdés, milyen az ő békességünk? Tudjuk, ismerjük? Hát igen. Alázatos. A békességet. Élő ember, alázatos ember. Ő alázatos volt, hogy az ige fogalmaz a keresztfának haláláig.
Ézsaiás próféta úgy írja a jövendőlésében, hogy száját nem nyitotta meg. Mint a jó, amely a mészár székre vitetik. Mert alázatos volt. Csodálatos ez az alázatosság. Talán érthetetlen is számunkra. Ez a nagy türelem, ez a nagy békesség, amely belülről táplálkozik. Belülről egy olyan nagyjá, hogy Jézus meg tudott alázkodni ilyen mélyen. Vállalta érettünk a számunkra érdemlő halált, második halált. És nem maradt ott a halottak között, az ő porágyában, föltámadt. Mert Isten életre hívta, mert alázatos volt. Egyedül az alázatosság visz bennünket a győzelemre. Jézus testvérei a leggazdagabb, mert ő mindig tud adni, nem jön zavarba. Ő ad, ad, ad. Ha kérjük, akkor ad. Sőt, ő bátorít arra, hogy mi kérjük őtet. Menjünk bátran ő hozzá. Most az év végén is. Menjünk ő hozzá bátran. Ő mondja, hogy kérjetek, kérjetek. Ha kértek, akkor kaptok. De ne feledkezzünk meg valamiről, a háláról. Nagyon fontos a hálázás. És erről sem esik szó. Úgy, amiképpen, hogy mondottuk a nagy adakozóról, minden hatalom uráról, az örökkéló Istenről. A mennyei ajándék bennünket, testvéreim, hálára kötelez. Hálára kell, hogy indítson bennünket. Itt van az év vége, vissza kell tekinteni. 12 hónapra. És hálásnak kell lenni. Hogy itt vagyunk az év végén. Mert Isten megtartott bennünket. Lehettek küzdelmeink, betegségeinket hordoztuk, hordozunk most is, a jövőben is, de béketűréssel tegyük, és legyünk hálátatosak. Sok más küzdelemért, sikertelenségért, meg nem értését, hátratételért, amit sajnos a világ nyújt, nem tud más nyújtani, de Isten azt akarja, és arra bátorít, hogy emeljük föl a mi fejünket. Lássuk meg őt, aki az igazi nagy adakozó. És azt adja nékünk mindig, amire múlhatatlanul szükségünk van. Meg kell köszönni tehát az ajándékot. Megköszönni azt, hogy Jézus velünk tart, vállal bennünket. Azt az életet, amelyet tőle kaptunk, amelyet ő munkál bennünk. Úgyhogy méltóak legyünk az örök életre is. Azért is, hogy adhatunk. Adhatunk az emberek számára, a gyülekezet számára. Efézusi levél 5. fejezetének a 20. versét lássuk. Pál apostol ezt írja az Efézusi levél 5. fejezetének a 20. versében. Hálakat adván mindenkor mindenekért, ami urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Felszólítás, késztetés? Hát igen. Mindenkor mindenekért, Jézus Krisztusnak nevében. Ezt ne felejtsük el, de különben a mi hálán semmit sem ér. Küszöbük sem érünk vele.
Jézusban igenis a hála értékes, és csak Jézusban, csak Jézus által. Vagy a Filippi levél 4. részét olvassuk még el befejezésül. Filippi levél 4. fejezetének 6. verse. Semmiföl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok föl kívánságaitokat az Isten előtt. Előre mutat ez a bátorító igen, az elkövetkező évre. Hát igen. Semmi felül ne aggódj. Legyen békét, belső békét. De használd az imádságot, igaz? Használd a könyörgést. Minden alkalommal, amikor imádkozol, legyél hálás. Először legyél hálás, aztán kérj. Ne felejtsük el ezt a sorrendet, amire ind bennünket Pál apostol az Úr szolgálja. Tárjátok föl kívánságaitokat az Isten előtt. Hagyjad újítsák együtt a sorrendet. Mi jobban és jobban ismerjük meg az adakozó Isten, azért, hogy mi is tudjunk adni, amire szükség van a másik embernek. Mire van mindenkinek legnagyobb szüksége? A szeretetre. Mire tanít az ige? Hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem mivel? Egymás szeressétek. Adja az útesülőt. És így tekintjünk előre. Így legyünk hálásak. Az ő végtelen kegyelme. Amen.